Sziasztok! Mint ígértem nektek, egy újabb esetet fogok nektek elmondani. Az eset főhőse egy 45 éves úriember. Benn fogjuk nálunk a rehabon. Hát mi történt vele? Egyszerű volt a történet. Szétgyepelte az agyát. Nem a füvet vagdosta, nyugi. Kőkeményen szívta a kanabiszt. A kanabisznak a hosszú távú hatása, mint a keringésrendszer rombolás, tüdőroncsolás, stb. Szépen előjött nála. Egyébként van a kanabiszról, majd később fogok nektek beszélni. Keringése, a szívő pumpa funkciója nem volt megfelelő, így szerencsére amerikai mérnökök és orvosok kitaláltak egy olyan spéci technikát, amivel úgymond egy szívmotor kapsz, de mégsem mondhatnál szívmotornak, hát a fene se tudja, ilyen keringés támogató motorocska. Majd ide fogok nektek bevágni egy videót. The Heartware Ventricular Assist System is a miniaturized implantable circulatory support system for the treatment of advanced heart failure. The Heartware system consists of a small continuous flow pump with integrated inflow cannula, an outflow graft with strain relief, a drive line, an external controller, and external power sources. At the core of the Heartware platform is a proprietary suspension system for the wide-bladed impeller. Using a combination of both hydrodynamic and passive magnetic forces, a thin layer of blood is established between the impeller and the pump housing. During operation, there are no points of mechanical contact within the pump, effectively creating a wearless system. The HVAD pump, roughly the size of a golf ball, is capable of providing up to 10 liters per minute of blood flow. Its small size and integrated inflow cannula allow the device to be implanted completely in the pericardial space directly adjacent to the heart, thereby avoiding abdominal surgery. The implant procedure makes use of a proprietary sewing ring and custom apical coring tool, which allow the pump to be attached to the apex of the left ventricle. The outflow graft is then attached to the ascending aorta. Once in place, blood flows from the left ventricle through the inflow cannula into the impeller. It then exits through the outflow graft to circulate throughout the body. The driveline cable, constructed with fatigue-resistant conductor wires similar to those used in pacemakers, exits the patient's skin and connects the implanted pump to an externally worn controller. The controller is powered by two lithium-ion batteries, or one battery plus an adapter connecting to a wall or vehicle electricity outlet. The controller operates the pump and features a two-line LCD screen to display parameters, alarms, and recommended troubleshooting concerning the operation of the system. The controller and batteries are carried in a case designed to be worn either around the waist or over the shoulder. Most, mint láttátok a bevágott videó felvételen is, elég komoly műtétről van szó. Ugye felnyitják a mellkast, gyönyörűen, egyébként kész autószerelő meló. Felnyitják a mellkast, próbálják egy kicsit izolálni a szívet, hogy mégis olyankor szívmotorra teszik, hogy ne vérezzen el a bal kamra megnyitásakor. Majd utána szépen megnyitják így X alakba a bal kamra alsó csücskét, behelyezik ezt a kis szívmotor bigyókát, de előtte betesznek el rögzítő gyűrűt. Szépen odahúzzák az izomzathoz, szépen az ott marad, pluszban még odavarják a szívizomhoz, majd rárakják a szívmotort, azt szépen rátekerik, utána pedig a kis átvezető csövet az aortából bevezetik. Szépen néz ki minden esetre. Ehhez van egy vezérlő egység, egy kb. Ekkora kis picurka kis dobozka, amit láttatok ugyanúgy a videón, és egy héteres kábel. A kábelt azt ugye a has falon vezetik ki a rekeszizom alatt, úgyhogy tesznek bele egy aprócska kis kört, egy hurkot. Ha véletlenül megtépődik a kábel, meghúzódik, vagy stb., akkor sem tép ki magadból azt a szart, ergo ne vérezzél a saját mellkasodba. Gondolnak erre is.
Na már most ez a kis gépezet ugye egy feltöltéssel 4 és 5 órát bír ki, attól függ, hogy hát az akkumulátor milyen állapotban van. Egyébként fel lehet szépen kötni a gépet az áramra. Úgymond csatlakozol a Matrixhoz, a hálózathoz. Hát azt nem mondom, hogy tökéletes katonáz belőled, de kb. A feelingje megvan. Ennél az emberkénél megtörtént ez a műtét. Igen, nem csak a műtét közben, úgy azért átnézik a dolgokat, hogy mégis mit találnak még a mellkasban. És ott akkor bizony rájöttek arra, hogy a baloldali tüdőlevenyünk egy csöpecskét elhót. Akkor szépen gyönyörűen a tüdőnek az kis alsó levenykéjét úgy lekapták. Ezután bedrenálták a mellkast, és mivel a sebe nem úgy gyógyult, ahogy kellett volna, gyönyörű szépen bekövetkezett egy szövetelhalás, ami nem csak az izomzatot érintette, oldaláról beszélünk természetesen, hanem a borrákat is megette. Egy öklömnyi lyuk van a fószárnak az oldalán. És még lenne a harmadik kezem, hozzátenném, kb. Akkora üreg van szabadon a faszinak a mellkasába. Mert ugye ez a komplikáció fellépett. Hát, innentől kezdve a gágyó csak is ezzel a géppel tud tovább élni. Innentől kezdve a gázsó, mert nevezhetjük nyugodtan traumás PTX-nek, mint pneumotorax, mint légmell. Ennek következtében az emberkénk és főhősünk dolgozni tovább nem tud. Normál esetben, egy ilyen géppel csökkentett munkarendben ülő munkát, vagy irodai munkát, vagy ilyen kis picike apró szalagmunkát elvégezhetsz. Mert ez a gép, ez 2 akkumulátor megy egybe. Így 8 órát tudsz vele tevékenykedni. Egyébként, ha leáll a gép, akkor sincsen olyan a probléma, mert a szíved ugyanúgy megy, csak hát akkor ezt megérzed, hogy kicsit szérülsz, kicsit összeesel, kicsit stb. De mivel ő így gyárt, mivel egy tüdővel tud lélegezni, így terhelni nem tudja magát. Egy 100 méteres séta annyit jelentett neki, mint nekem a 12 kilométeres erőltetett menet 40 kiló túlsúlya. Lefőtt róla a víz, minden. Kiverte a víz, minden baja volt, majdnem összeesett, lekékült, oxigént kellett neki adni. És ő is szépen ugyanúgy végigjárt a lécsőfokokat, lélegeztetőgép, intenzív osztály, átkerült hozzánk kanüllel, meg gyomorszondával, eltettük szondán keresztül, kanülön keresztül kapta a levegőt, utána spekifázis jött nála, utána dekanuláltuk, utána evett, ivott rendesen, és akkor ott elődörgött magát az osztályon. Na most az a gond ezzel a lyukkal, hogy ezt 3 naponta kötözni kell, mert ugye kötözni kell, steril 5-szerre, 3,5 méter gézcsík ment bele. És még nem tudom tovább húzni. 3,5 méter, gyerekek. De amikor kivettük azt a szart, akkor állítani merem nektek, hogy egy olyan 1 kg-ot a válladéktól nyomott azért csinosan. Akkor szépen kihúztuk az orrossal a bulit. Csak is orvos kötözheti, csak is terékötés mehet bele. Mit indikál ez még? Fertőzés, felülfertőzés, szepszist. Innentől kezdve a gágyó egy időzített bomba. Tedd fel a kérdést magadnak, öcsi, megéri? Mert nem kerültél bele még időbe a koporsóba, hanem túlélted. Megéri? Inkább legyél hasznos tagja a társadalomnak, öcsi. Azt meg a gondolatát is tipold el a földbe, hogy hát hozzányújsz az a szarhoz. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!